Ezért örömmel jelenthetem be, hogy a mai napon megállapodást kötöttünk arról, hogy Magyarország Oroszországból 3 ütemben tud nagy mennyiségű oltóanyagot vásárolni. Szijjártó Péter január 22-i moszkvai útján született megállapodás alapján Magyarország milliós nagyságrendben vásárol Sputnik 5 vakcinát Oroszországtól, ugyanis az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet engedélyezte az oltóanyag veszélyhelyzeti behozatalát és alkalmazását, ami azt jelenti, veszélyhelyzet esetén engedély nélküli termék is használható, azonban az országot terheli a felelősség bármilyen nem kívánt mellékhatás esetén. Az EU tagországai közül eddig elsőként Magyarország hagyta jóvá a vakcina használatát. Az emberek véleménye megoszlik az oltás beadatásának fontosságáról. Vannak, akik csupán azért szeretnék beoltatni magukat, mert elegük van a korlátozásokból. Mivel a nagylányom ott dolgozik az egészségügyben, és azt mondta, hogy anyu, oltass be magadat, mert akkor így tudok utazni, meg fürdeni, meg minden. Máskülönben nem. De akadnak olyanok is, akik teljesen megbíznak az egészségügyi szakvéleményben. Nagyon megbízok az orvosokban, az egészségügyben, és azt mondják, hogy az jó, elhiszem. Mások, többnyire a fiatalok még bizalmatlanul állnak a koronavírus elleni oltáshoz. Még nem tudom. Te tudod? Én sem tudom még. Nekem nem ér az annyit, hogy most ez nem egy olyan vakcina, hogy mit tudom, 5 évig tesztelték, hanem 2 hónap alatt csak úgy összedobták. Legalábbis nekem ez a meglátásom. A Pfizer és a Moderna vakcinagyártótól eddig összesen 201 000 ember oltására elég vakcina érkezett az országba. Eddig összesen 161 215-en kapták meg a koronavírus elleni oltást.